Sziasztok! Sziasztok! Hát, aki most visszanézi, annak nem olyan szerencsés, mindig ugye várni kell egy pár másodpercet az internet miatt, hogy kapjunk valami visszaigazolást, hogy itt vagytok, néztek, hallotok. Még egy icipicit várok, hogy meglássam az első kommentet, mi szerint minden jó. És akkor nekiállunk egy cuki kerti dekorációnak. Kértem megint ide, az udvarra, mert itt most egész jó idő van. Nincs meleg, világos van. Még a lámpa se kell. Na? Haló, haló, van itt valaki? Szia, Zita! Na, valaki? Kérlek, írd meg, hogy lehet-e hallani, és aztán már mondom is akkor, hogy mit fogunk csinálni. Minden tökéletes, köszönöm szépen, nagyon aranyos vagy. Na, erre vártam, reméltem, hogy mindent jól kapcsolgatok be. Itt a kezem. Egy kerti díszt fogunk csinálni, ami hát szerintem mehet rendesen kültérre is majd, de lehet, hogy egy fedett helyen azért jobb lenne, de akár lakásban is jó lesz. Nem nagyon szoktam olyat csinálni, hogy a Pinteresten nézgelődök, és onnan szinte egy az egybe valamit leutánozok, mindig szoktam úgy változtatni, hogy valami teljesen más csinálok, csak valami alapötlet kipattanik a fejemet. Most viszont láttam egy ilyen kis, tényleg, hát azt tudom mondani, egy cuki dolgot, kérem szépen egy hangyát, egy ilyen álló hangyát, ilyen imitált hangyát, hungarocell gömbökből fogom én elkészíteni, meg hungarocell tojásból, nem tudom, hogy ott miből készítették, meg hogy milyen is volt, de a lényeg, hogy ez egy ilyen nagy, hatalmas hungarocellből készült hangyácska lesz, és mégpedig a vaspasztával fogok dolgozni, hogy ugye úgy nézzem ki, mintha kovácsolt vas lenne a dolog. Előre készítettem már egy-két alkatrészét, mivel ugye több részből áll, nem akartam ugyanazokat a mozdulatokat itt 3 órán keresztül csinálni, hogy kenem, festem, locsolom, szórom, ez az amaz, de azért mindent látni fogtok, hogy kezdődik és hogy fejeződik be. És azért, hogy a végén ugye össze is tudjam állítani, ne az legyen, hogy még minden nedves, és most megfordítom a kamerát, hogy majd a kezemet jobban lássátok, mert igyekszem mindig arra odafigyelni, hogy benne legyek a képbe. Nagyon rövid nekem a telefon kamera tartó, vagy micsoda, és az asztal széléhez kell nyúlkapiszkálnom. Na, tehát először nem mutatom egyszer, amit már egy kicsit megdolgoztam. Egy ilyen ott a kamera, ilyen feketés rozsdás hatású gömböket fogunk készíteni. Most itt már megvan böködve nekem. És 3 különböző méretű hungarocell golyó lesz. Tehát ez lesz a legalsó része, ez a potroh része, ugye, a fejtól potroh. Ez lesz a potroh része. A középső része egy a legkisebb, és a kis fejecskéje, az lesz egy kicsit nagyobb. Na, első lépésben belebökök egy saslikpálcát. Amúgy ez egy 12 cm átmérői hungarocell gömb, ami hát ez ugye ez a szétszedhetős, de ez nem baj, mert most ilyen jó volt. Amit első körben nem mindjárt így fogom szia Julianna, nem mindjárt a vas pasztát fogom rá felhordani, hanem először lefestem azért,
És én ehhez most a szürke dekolt paintet használom, mert nekem színben ezzel legközelebb a vaspasztához is, és ez gyorsan is szárad, hogy hamar tudok haladni erre a következő réteggel. Úgyhogy mindegyik gömbre kentem. Persze az alapozó az még jobb, az a biztosabb. De ugye, amikor így élőben vagyunk, azért figyelni kell arra is, hogy hopp, lehet, hogy nem lett volna, ha összeragasztom, vagy eleve külön-külön festem meg. És majd mikor ez a része megszáradt, ide készítettem ám a ragasztót is. Szóval, amikor így élőben vagyok én legalábbis, akkor azért próbálok arra odafigyelni, hogy gyorsan száradjon, hogy ne csak így üljünk itt, aztán nézzünk. Ja, most meg már túltoltam a kamerán ezt a gömböt. Úgyhogy a legjobb persze az, hogyha le van alapozva, akár alapozó pasztával is, mert hogy ugye ezeket a kisebb kis hiányosságait ennek a gömbnek az eltüntetni, de hát ugye a vaspasztát is rá fogjuk tenni, és az is ugye miután paszta, majd az is eltünteti ezeket a dolgokat, úgyhogy ez egyelőre így ennyi. Tehát, hogy a gömböket. Sziasztok! Szia, Bea! Így ezt lefestettem. És egy befőttes üvegbe ide rakom száradni. És akkor mutatom az elkészült, még meddig elkészült fejecskét is, hogy vagyis először megmutatom egy húvarocák gömbön, hogy milyen kis fejecskét alakítottam ki neki. Ezt simán egy ceruzával, ami az előbb meg volt, most is megvan. Ilyen lesz a fejecskéje. A fejecske. Úgyhogy ezt mutatom nektek. Hogy hát nagyon egyszerűen, rakom az asztalt is, két ilyen jó nagy szemecskét, nem tudok szépen rajzolni, de megpróbálok két egyforma ilyen tojás alakot felrajzolni. Ezek meg a jó nagy szemecskéknek. Így, és akkor ugye vannak a kis szemgolyói. És akkor majd lesz a kis szájacskája. És akkor ugye ezt is értelemszerűen megfestjük. Ebben is azért adok egy saslikpáltát. Köszönöm, hogy megnéztem az ecsetet, nem is van kellett volna. De nem baj, mert van itt volna. Burítok mindent. És akkor ezt meg szépen ugye először körbekenem, de lehet, hogy én most ezt azt fogom csinálni, hogy körbekenem. Ezt is ugyanígy. Ugye majd itt ezt a megint ilyen feketés lesz.
Úgy alakul a fejecske. Hát így mondjuk elég nehéz, hogy oda el kell nyújtózkodnom, ilyen szépen meghúzni ezt a csíkot. De ugye így van. Van nagyjából, mástok. Lehet, hogy érdemes ehhez valami sablon csinálni, bár szerintem ez akkor cuki, annál jobban cuki, minél kis idétlenebb a szeme. Ezzel is még lehet játszogatni. Idétlen. Na, lehet, hogy így lehet szemet, ugye, neki rajzolni, de miután én ugye ezt már egyszer megcsináltam, ezért most azt fogom csinálni, hogy ezt az ecseket kimosom, és a másik szemecskén még a fehér rész, ez nem annyira fehér, most azt meg ugye fehérre befestegetem. Szóval itt van ugye lefestve végeredmény. Ilyen a másik. Az egy kicsit jobban sikerült, hogy tudtam úgy festeni, hogy láttam is, hogy mit csinálok. És akkor ezt meg simán a fehér akrillal. Ugyanakkor magam elé. És akkor benne vagyok mindenhogyan. Ezt is kifestjük, ezt meg fehérre. Ez is amúgy lehetne a dekorfestéket is használni. Pörgetem, pörgetem. Vagy, de kár, hogy nem előbb jutott eszembe, de például erre lehetne a fehér kőpasztát rakni. És akkor, ugye akkor tényleg egész jó kültéri lehetne. Így. Belejavítok, mert ott meg az előző körnél belementem a fehérrel. Gyorsan egy kicsit. És akkor utána ugye majd mindjárt még szárad egy picikét ez a nagy gömb, és akkor utána azon mutatom a vaspasztát, meg a rozsda effekt szettet, azt fogjuk most használni. Ennek ugye ide is készítettem a mindent is, meg a dobozát, amit elszakítottam véletlen. Úgyhogy utána ezeket fogjuk használni. Majd ő lesz. Majd ő lesz, amit használunk. És ő lesz, amit használunk. Csak, na. Majd őt fogjuk használni, és akkor ilyen jó kis rozsdás hangyánk lesz.
mondom, muszáj voltam előkészülni, de akkor addig ugye mutatom, hogy itt a fejecske, és akkor tovább így mutatni nektek, hogy ugye ez a testecske, és a legnagyobb lesz a, ugye a kocsia, és azért hát lesz neki keze is, meg lába is, amit szintén már így elkezdtem, hogy tudjam fogdozni, meg böködni, tojások. Tojás. A kezéhez semmit nem csináltam, kezéhez, ez egy kezes hangja lesz, mert ehhez semmit nem csináltam a tojásokkal, már nem formáztam sehogy se. A lábához viszont levágtam a tojásnak ezt a részét. És akkor majd így lesz neki egy tappancsa, vagyis kettő. Na. Hullik róla, ez az, amaz. És aztán viszont vannak ezek a vastagabb hurkapálcikák, és akkor ő lesz a lábszára. Úgyhogy ezt is egy kicsikét meg fogom festegetni, és tudom, ezt megint a dekortréta festékkel, és még amit fogok használni, ez a drót, amit nem kell megfestenem semmilyenre sem, egy fekete. Úgyhogy közben azért Léti, írjatok nekem, hogy úgy miket csináltok, meg mondjuk miket néznétek még így szívesen élőbe, meg hogy egy kicsit úgy kommunikáljatok velem, Léci, mert amúgy is most ugye a nyár van, nagyon sokan szerintem még nyaralnak. Én nem voltam sehol se idén nyaralni, csak itthon, de az mondjuk nekem tökéletes. Ő a lába. És akkor megint ide kirakom így, és akkor így mindig lehet látni, hogy mivel dolgozom éppen. Ja, igen, egy nagy bogár. Jaj, ez nagyon cuki lesz szám. Szeretem az ilyen kis cuki, gyerekes dolgokat is. Na jó. Akkor ő is száradhat. Ez ő még nem száradt meg. Egy-két helyen megszáradt, viszont megelőzvén a problémát, én ezt most össze fogom ragasztani addig is, és akkor az is legalább. Igen. Az express ragasztóval. Visszaragasztom, biztosan egy biztos. Majd megtörlöm a kezemet. Így. Jó. Jó, összefestékeztem már. Jaj, de idióta. Ja, nem. Jó. A vizes edénybe raktam a fejecskén, de nem baj. Sziasztok. Horgolsz. Jaj, de jó. Ez is jó, mondjuk így. Kellemeset a hasznossal. Úgy régen én is mennyit horgoltam. De szerintem most már csak talán elkezdeni tudom. Aztán. Na jó, most ezt, bocsánat, de kicsit összefogdoztam itt a mindent is. Kicsit ízes.
ezzel a vízzel megpróbálom, úgy, ahogy, de... Szóval régen horgoltam én is. Még, hogy egy régen, de kislánykoromban horgoltam. Általános iskolás koromban. Jó. Na. Azt mondja, ezt elrakom, ezt a fehér festéket. Ja, azon van a hangafáj. Nagyon el vagyok most. Ezt eldobjuk. No, és akkor használjuk ezeket a posztákat. Hát én azt mondja, hogy nekem a szürke, az, ami azt mondtam az elején, hogy a szürke hasonlít erre a dekorfestekre, úgyhogy ha ugye nem mindenhova jut véletlen, akkor se probléma. A másik, meg a vörös-barna, amit fogok használni, de a vörös-barnából nem sokat, de mondom, még ilyen kis fémesebb hatása legyen neki. Remélem, most már azért hát vannak neki, így kezdem el, hogy vannak neki szárazabb részei, amin már dolgozgathatunk, és akkor teszek alá még egy papírt, mert hogy ugye ezt a vaspasztát felkenem ugyan, de ezt most nem fogom megvárni, hogy megszáradjon, hanem mindjárt ugye bele fogom szórni a port, a vasport tulajdonképpen, és aztán már jöhetnek is rá a reagensek. Ezeket is mutatom nektek. Ugye három különböző színű reagens van hozzá, amivel a rozsdát lehet imitálni. Aj! Igen, mindig rossz fele megyek. Ugye van egy barna, aztán van egy sárgás, piros, meg egy sárga, ugye, ami ez, annak a rózsdának a színei. Ezt már azért egy régebbi termék, de hát, ha valaki nem annyira ismeri, azért ez egy eléggé maró anyag, úgyhogy ezzel óvatosan. Ezt a kupakot, hogyha levesszük róla, akkor még nem folyik ki, mert egy vastagabb tűvel itt ki kell lukasztani. Jó, én már kilukasztottam mindegyiket, úgyhogy arra nekünk most nem lesz gondunk, de így kimutogatjuk. Most ez a reagens, ugye, ahogy rá fogjuk szórni a vaspasztára, meg a vasporra magára, ez egyből elkezd azért dolgozni rajta, tehát már lesznek látható jelei, de azért ez egy olyan jó 24 órán keresztül szépen ott még marogatja nekünk ezt a dolgot, és igaziból akkor fog látszódni. Én ecsettel felhordom a pasztát, és azért, hogy ne ilyen csíkos legyen, itt, jól zártam vissza az előbb szerintem. Benne vagyok, jó, aztán én belenyúlok ebbe is, a barnába is, mert ez meg már eleve olyan, mintha kicsit rozsdás lenne, és akkor egy szivacsecsettel, szivacsecsettel elütögetem. Baj, ha sok van egy helyen. Ugye eleve ezt az illesztési pontot, ezt jó el kéne tüntetnünk. Hogy oda még teszek. Addig-addig szoktam így ütögetni, mert azért ugye most én még itt, nem tudom mennyire látszik, hogy nagyon nagyok a sok rajta a nedvesség. Ugye beleszórok egy kis port. Jaj. Na már nehezebb is lett a golyó, nem is akar mászni.
Úgyhogy ebből a vasborból így szórok rá. És ezt is egy picit beleütögetem, és akkor ugye így már ez egy száraz dolog. Így már nem annyira rücskös, és akkor vagy azt lehet csinálni, hogy, mert ugye ebben már sok a nedvesség, és akkor ilyen nagy tuppantásokat fog nekem ide csinálni. Még azt szoktam, hogy így az oldalával is megütögetem, és akkor ugye már kisebbek ezek, meg egyenletesebb, vagy ugye a szivacsot folyamatosan, szivacsecsetet folyamatosan cserélgetjük mindig szárazra, szárazra, jó sokat el lehet vele használgatni. De azért így már jóval kisebbek a mint a sötét lenne. Pedig több világos van, hogy mutassam. De érdekes. Nem találja így, mert hogy fehér a háttér, ez fekete, aztán így dolgozik, a kamera dolgozik. Na, azt mondja, hogy azért még tegyünk rá. Biztos, ami biztos. Bár a vaspasztát is megmarja, meg amúgy a papírt is, tehát, hogy ez a reagens. És akkor ugye kilukasztjuk, így mehetnek rá ezek a lötyi-mötyik, lehet keverni. Még ebből is egy kicsit. És akkor egy ecsettel még ezt is. Ugye eldolgoznak. Nem sötét a kép, hogy közel van, vagy jó? Hát annyi látszik talán, hogyha a sárgából többet rakok, az ugye jobban elkezd világosodni. Hogy látszik-e? Semmi. Én itt egy picit látom, hogy kezd dolgozni. Na minden esetre megyek tovább. Én ezt ugye, na ezt nem akartam, tehát ez is elég sokáig fog tartani, mire körbeérek ezen az egy szemgömbön. És akkor milyen lett volna, ha itt három ilyen nagy gömböt. Csak festegetek. De most már az a fele, ugye, mert ugye a vaspasztában azt tudtátok, hogy ténylegesen vaspor van abba is, tehát, hogy ilyen természetes, vagy igen, anyag, és már nehezedik ez a gömb. Itt látjátok, már megmarta, ez lóg bele, itt már azért megmarta a papírt is. Ez a reagens, ahogy ráment. Úgyhogy ezzel így szépen haladgatunk körbe-körbe. Akart mászni már. Hol vagyok? Az én odafogatom a vaspasztával ezt a port. Meg amennyi még beleragad. És akkor most meg tudom nem mozgatni, hát ha így látványosan. Mint hogy a gömbről lefolyik hamar, hogy azért megyek utána, hogy ne csak ilyen
rozdacsíkok legyenek rajta. Itt ugye lefolyik. Itt folyik még, ahol nincsen rozsda. Talán. Ezt akarom nézni, hogyha mozgatom a... Hogy hát, ha akkor játszódik. Na, most ott ugye, hol van rajta. Hol? Egy kis itt, ott. Ott már azért látszik, hogy úgy barnásodik. Na, akkor tovább. Megint. Megint. Most már olyan nehéz zenényem. Megtalálom így. Egy kis barnát is megint. Spatulával jobb lett volna lehet felhordani erre a vaspasztát. Ugye úgy is eltöltem, de még így is csak. Ez is jó. Na. Akkor az ütögetés, hogy ne legyen csíkos. Milyen nehéz már ez a gömb. Én majd azt utólag fogom amúgy megcsinálni, mert ugye elkészül, és lesz kis lába, és hát ha fogjuk, akkor meg fog állni, de ugye azokat a lábakat majd valamibe bele kell még majd szuszakoljam. Azt majd úgyse tudom ma, majd ezt holnap. Szórjunk rá bőven, ilyen vasport van bőven. Most már ezt megkenem előbb. Pörög, forog. Szökni próbál. Erre is szórunk. Lehet, hogy nagyon lentre csináltam most a kamerát, nem? Fejebb kellett volna, lehet raknom. Na mindegy. Jöttem a képből megint. Na nézzük. Fújjunk rá. Csak ott tessük. A közömre is.
Na, itt jó sok lesz. És mi szóljunk vasbolt. Picit csak beleütögetem a... Ne maradjon a... Mi az vaspasztába? Nem, ezzel. Látszik. Jó. Ezt a nagyot most félrerakom. Úgy is száradni kell. Ezt kicserélem. Gurulgatnak ezek a vasporok. Hozok még egyet. Nézzünk mondjuk egy ilyen kis lábat. Mi a lába? Én nagyon sötétnek látom a képet. Remélem, nálatok ez nem így működik. Vagy csak tényleg az a zavaró, hogy ez fekete, ez meg fehér. Én próbálok itt szép lassan ráközelíteni. Ugye ezt délelőtt csináltam. Egy pillanatra éles, aztán behomályosodik nekem. Na talán most. Hogy ugye ezzel most nincs sok, de ott egy picikét, aha, itt játszik, picit lehet látni, hogy akkor így ilyen rozsdás lesz a dolog, de azért még szerintem igen, egy picikét rakok. Erre így vékonyan, hogy száradjon gyorsan. Hát, ha ezen a picin jobban tudom mutatni. A reagenseket. Ott. Ott azért ugye látszik egy ilyen barna foltocska. Hopp, megint változtatja a fényét. Hát én ezt nem értem. Na mindegy, én dolgozgatom itt ezen, meg a többi. Meg ugye akkor a kezén, meg a lábán. Még erre is én szeretnék tenni egy kicsikét azért, minél rozsdásabb legyen. De legalább az alapja már megvan. Ezt mondjuk utána, hogyha nem így van, hogy ráfolyatjuk a papírra, hanem másik papírnál csináljuk ezt a port, utána ezt lehet gyűjteni, aztán ugye ami ott mellé potyog, újra használni. Én itt élőben, na most látszik már melyik ezen, ja, ott egy kicsi rozsdásodási folyamat azért csak van. Most ezt beleforgatom a
lehullottba, és akkor nincs tékozlás, pazarlás. Ez ne lehet, hogy olyan, mire fölkelek, és hogy nem annyira látom én is a sötét. Mit csinált ő? Miért fordult meg? Megunta ezt a képet. Hát lehet, hogy itt tiszta rozsda lesz, aztán nekem holnap reggelre minden. Ebben is van ám. És amúgy szárazon is így rá lehet folyatni. Mert hogy úgy is dolgozik. És akkor mondtam, még ugye itt van ez a középső része. Én még erre is, ezeket félre rakom megint. Egy kicsikét. Szia, rózsa. Na, és akkor erre, meg már csak így folyatok erre is. Folyatok egy kicsit. És már ugye fújik. Na jó. Szóval ezeket most egy kicsit hagynunk el száradni. Mert ugye most ezt végképp nem fogom tudni megfogni. De ezek hamar meg fognak most száradni. Mert én nem, hogy ne egy csík legyen, mert a rozsda. Na. Ez a fejecske, ott is, na ott már látszik, látjátok? Ja, én nem jó fejem van, de lehet, hogy az én volt jó fénye. Szóval ott már azért jobban látszik a rózsda, hogy megmarta. Most már ezt legalább, ezt nem fogom összekenni, hogy ezzel tudjunk egy kicsit foglalkozni. Bocsánat, hogy így összekulimászoztam a kezemet, meg egy kicsit itt mindent, úgyhogy próbálok egy pöttyet itt elpakolászni, hogy azért ne ezt a poszt lássuk itt. Rakom vízbe, ezt ide félre rakom, eldobom, így, és akkor ezt is vízbe. Most ide letörlöm. Hopp! Tényleg visszakentem mindent. Ez erre van, de azért, hogy lehessen látni, mit csinálok, ezért próbálom egy kicsikét így lehet akkor ítani, én legalább a nagyját. Vízbe. Ezek tudnak addig száradozni. És akkor nézzük ezt a cuki fejet. Ugye ezt már én előzőleg elkezdtem. És ilyen fekete drót lesz neki a kis fején, a csápja, vagy mi? Ilyen van a hangyának csápja. Meg ezt most kiveszem belőle. És hát egy picit beleragasztom azért. De már ugye csináltam két lukat, ugye, így, itt a csápjának.
drót, de azért még lehet, hogy egy kicsit jobban átlukasztom, hogy még mélyebbre menjen be. Ez a drót azért ott stabilan ott álljon. Úgyhogy ő neki a fején ott a drótocska. És akkor nézzük, hogy a kis kezei mennyire nedvesek. Ugye ők lesznek a kezek. Hát, hogy ezt most a méretbe, mondjuk hát ekkorát levágok. Nagyjából akkorát a másiknak is, de ez lehet, hogy direkt inkább mostabbra. És akkor ezt is ugye benne volt ez a saslik pálca. Ezt azért beleragasztom. Lett a keze. Hát, bocsánat, te imádom. Hát milyen cuki keze van neki. Ezt a keze. És akkor ugye majd ők lesznek a lábai, azt mondja, hogy mi is vagyunk ők a lábaszára, igaz? Hát őket most nem rozsdásítom meg. Most mivel ez a nagy, szerintem ez még nagyon-nagyon nagyves nekem, ez a nagy. Annyira vészes. A közepe. Nem hoztam ki se hajszárítót, semmit. Milyen jó lenne, ha valaki hallana engem a családból, és ide hozna a hajszárítót. Ahó! Senki. Na nem baj. Akkor nem tudunk hajszárítózni, hogy tudjak vele dolgozni. Mindjárt. A hajszárított légy szíves, hozd ki a füdőből, köszönöm. Meghallottam a férjem, hogy itt szélek. Na, mert akkor így gyorsan elszállítok egy pár percet, bocsánat. De azt gondoltam, hogy mondom, ilyen tök jó idő van, és akkor pitty-putty meg fog nekem száradni, de most már tényleg annyira kulimászos a kezem. Ezt ide rakom, addig. És akkor gyors rászárítok egy pár percet, és akkor össze tudom állítani ezt a hangyát. Azt mondjuk, nem tudom, hogy fog beleférni a képbe. Ja, azt ott elfelejtettem kijavítani neki a szeménél. Ott ezt a picit. Nem egészen egyforma, de nem baj. Így? Így se. De nem a helyben ez a cuki. A száját amúgy meg egy vékony ecsettel, csak így meghúztam fehérre, olyan is. Úgy be tudod dugni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Na. Akkor gyorsan szárítok egy kicsit.
Már nem azért, mert hogy attól jobban érzel tudok, mert bármicsoda csak azért, hogy már meg tudjam fogni a fel, és tudjam állítani. Mert hogy én mutatom, most szépen, jó, hogy ha már tudom. Így azért, hogy mellett kell, hogy milyen lenni. Kicsit most kikapcsolom, és akkor mutatom, ha tudom. Na, ahogy pörgettem, amarra pörgettem, ott látjátok, ott azért már... Ott azért már látszik. És akkor... Jó, tehát, hogy immár fogható, és tudok majd vele dolgozni, és akkor gyorsan ezt a nagyot is megtárítom, és nyilván. Na ott, és ott, nem oké, na ott még nem, itt a sárgát akartam mutatni. Nem csak én bénázgatok itt, no kérem, megvan. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy átállítom magamat a nagy képre, jó? Vissza. Mert hogy, ugye össze kéne ezt állítanunk valahogy. Ezt a nagyot én lehet, hogy... Na, hogy is van? Tehát ezt kiveszem, ugye, mert ez a középső része, ebbe bele farigcsáltam késsel, de a saslipárta is jó, csak ez vastagabb ez a... ami van. Kicsit hegyesre. Na, megcsináltam. És ezzel fogom a kettőt összefogatni. És akkor így. Így már jó is lesz. És akkor ugye a fejének is, azt mindjárt mutatom, hogy ilyen vastag a purkapálcám van, és akkor mondjuk letörök egy darabot belőle, és egy késsel, így megfaragom hegyesre. Ilyen. Mind a két oldalát. Ilyen hegyeske. És akkor ez belemegy ide alulra. De jó, belebököm. És akkor ezt meg innen. Lehet, hogy még egy kis ragasztót is folyatok bele. Biztos, ami biztos alapon. Na, és akkor csináljuk meg a kezét. Azért ezen a nagyon mutatom, mert már így fektetve nem nagyon tudom, hogy mondjuk itt az egyik keze, mondjuk itt, igaz?
itt meg a másik. És akkor ebbe is nyomok egy kis ragasztót. Express ragasztó. Akkor berebökjük. Meg a másik oldalra is. Inkább jó mélyre. Akkor mondjuk így van. A keze. Na, és akkor most jön a másik legnehezebb része. A lába, a szára. Már jó csak, most elrakom. Mert ennek ezt a felét meg nem is faragtam ki. Ezt is azért kihegyezem, hogy oda bele tudjon menni, meg a másik felét is kihegyezem. Ugye, hogy cuki, én nem tudok rá mit más mondani, mint hogy cuki. Hát azért nem egy elegáns, nem is tudom, nem szép cuki. Na. Lába, majd most ahol a saslik pálca volt, azt majd megjavítgatom. És akkor ugye a lába, van neki a talp része, azt így fogom ide. Így, van lesz neki a lába. Meg ő a másik lába. És akkor most már csak azt kellene kitalálnunk, ugye, hogy ezt az egész nagy darab hangját, ugye így, akkor egyszer így belebököm, megint, aztán így belebököm. Úgy, meg úgy. És egyformán legyetek, de majd azt is beleragasztom. Na kérem, itt ő hangja. És akkor így fog ő állni, mert ezt beleragasztom, még most ő neki mozog. Meg ugye majd egy talapzatra, hogy ő ne buruljon föl. Így tudom mutatni nektek. Mert lehet, hogy a kezéből azért még rövidebbet csinálok, de így lehet mozgatni neki a kezét. Igen, igen, tehát olyan igaz is, de aranyos. Majd elkézzem a lábáját, csak akkor meg nem fér bele a képbe. Na, és akkor mire majd fotózásra kerül ő, addigra sokkal több rozsdafolt lesz rajta, mert ugye ahogy szárad, meg ahogy dolgozik ez a több reagens, itt látom, itt majd egy kicsit megjavítom, de majd mikor fotózom, akkor azért jobban fog látszani, hogy addigra még fog érni. Úgyhogy próbáljátok ki, ha tetszett. Remélem nem is ki a lába, de majd megragasztom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ezzel a kis, hogy is akartam, de könnyű kis estén. De... Na, remélem tettik. Én nekem tettik, cuki. Régóta vágytam egy hangyára. Ilyen nagyra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ez imádom.
Köszönöm nektek is, szép estét. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sziasztok.